A világ legnehezebb Roblox szobija. A véke szinte lehetetlen. Jaj, de mindjárt megakinok a világ legnehezebb Roblox szobija. Ha mai videóban srácok, nem fogunk ettől megérni, hiszen Robuxot veszünk és lecsaljuk az egész játékot. Van itt egy troll menü, amit hogyha megnyitunk, tudunk killelni X-módon, én lefagyasztani mindenkit, kidobni a szerveről, illetve a shopból tudunk magunknak venni egy Magic Carpet-ot. Az egész mapot végig fogom repülni, amíg a többiek szenvednek. Nyomj egy lájkot, hogy vegyünk még Robuxot is. Trollkodjunk. Na jó, nekem meg a pénztárcán fog szenvedni, hiszen szerintem elköltünk vagy 10 000 forintot a mai videóra. Kezdjük azzal a vásárlás, hogy megveszünk a shopból nekem ezt a jó kis Magic Carpet-ot, ami elég drága, 400 Robuxba kerül, szóval gyorsan még utána maradt 10 ilyen trollkodásra való pénzünk, gyorsan meg is vettem magamnak a Magic Carpet-ot, és hoppá, jaj, de a világ leghárdabb mobja, úristen, csak az engem úgy, de rosszul érzem magam, hogy az egészet átadom, még a többiek is szenvednek, 100 meg 100 stage-en keresztül, hiszen látjátok, 112 stage-nél van az első helyzet, így csak szépen átadom, na mi van, komolyt kezd nehezedni a játék, nekem annyira nem. Aj, ne itt milyen nehéz akadályok kellett volna keresztül menni, figyeljetek már, ahogy megyünk föl, még csak a célig el tudnék menni, de azért körbenézzük, hogy hol járnak a többiek. Hölgyem, mi a probléma? Itt nehéz akar lenni ez a stage-en, csak Sofia Lea nem annyira akar itt ugrálni. Úristen, milyen nehéz stage-eken keresztül, na mi a helyzet? Komám azt, hogy menni fog ez neked? Ja, látod, ügyes vagy, ez menni fog ez neked? Azt, hogy most nézd rám azt, hogy te megint mit csinálsz, balondos sajtó. Há, inkább kilépett, úgy feldühödött, hogy én megint repülök. Én csak repülök végig az egész, potyognak az emberek az emberetől, itt elég kevesen vannak még ezen a szégyen. Na mi van, kolbászos haver, na mi van? Oh, jaj, leestünk, leestünk. A gyerek meg tudta csinálni a feladatot, szóval remélek arra, hogy trollkolunk, és mit szóltok hozzá? Killelem az egész lobbit, erre nagyon kíváncsi ezek, hogy mit fog cserélni. Ő pont most tudott, és még nem ért el a checkpointot. Rámentem arra, hogy kill, és a többiekkel vajon... Ó, oh, magamat killeltem. Megtrollkodtam magamat, sajtót! Magamat trollkodtam meg, ezt komolyan mondom, nem hiszem el, ki kellett várni, hogy kit akarunk megtrollkodni. Itt ez a player, ő jár a lobbyban, szinte a legesleg először, én azt mondom neked, hogy befrízelem, mit szóltok hozzá, be fogom frízelni a gyereket, meg fog fagyni kontrollom ugrás közben, gyorsan rámentem, hogy bye, freeze, és mi történik, mit... Szegény gyerek nem tudja, hogy mi történik, ezt nem hiszem el. Na mi van, komá? És ne szórakozzál már, ők versenyeztek és utoléri a csapattársa. Lol, Zoe megelőzte, ezáltal én összefrízeltem. Meddig tart olyan ez a freeze, nézzétek, hogy csak itt várakozik, megnézem, hogy mit írt a csetel. Úristen, ki írja, hogy én trollkodtam. Android nevű játékos versenyzik azzal, akit az előbb megtrollkodtam, szóval mit szóltok hozzá, én azt mondom neki, hogy mondjuk kapjon egy ilyen explodot, szóval kirobbantjuk erről a szintről, nem tudom azt, hogy ez most mit fog csinálni, de kirobbantom ezt, ugrás közben ki fogom robbantani, figyeljenek már, Andrej, Andrej mászik és kirobbantottuk. Na mi van, Andrej, újra kellett kezdeni az egészen, hoppá, lefagyott, oh, és visszafelé indult meg. Kap egy ilyen flinget, az nem tudom mit jelent, de most megint a nyuszika van legelől, akivel előszörnek is trollkodtunk, szóval kap egy fingot, kapsz egy fingot, mit szólsz hozzá, ez nem tudom mit fog jelenteni. Kiküldtük az egész szeróról. Jaj, kvik, kvik, kvak, kvak. A Roblox legnehezebb mobiát ki fogom vinni egyetlen egy ugrás nélkül, mint látjátok, most éppen megyek fel a legtetejére. Itt vannak olyanok, akik már a 175-ös stage-nél járnak, direkt kerestem egy új szeró. Nem tudom, hogy ez hányból áll, szerintem ilyen 400 környéke lehet ez az egész. Itt azért már eléggé komoly feladatok vannak, mint látjátok, egy darab ember nincs itt a környéken, hiszen senki sem tudta eddig megcsinálni. Nagyon kíváncsi, hogy ténylegesen ez impossible lesz, azért ugrálással majd a végén megnézzük, hogy mik vannak. Hát amúgy, hát ezek tényleg nehezek itt. Kéne ezeken itt bajlódni meg. Ez a világ legnehezebb obiának a leges legvége, amit egy ugrás nélkül tudtunk teljesíteni. Egy ember sincsen itt, ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Konkrétan ilyeneken kellett volna végig ugrándozni a leges legtetejéig. És srácok, most az egyszer leérkeztem, és meg vagyok. Az égvilágon nincs senki a környéken, még szerintem ott járnak nagyjából lent. Ez hihetetlen. Ugye ti se szerintetek azt, amikor elkezdtek egy ilyen szimulátor játékot, amik igazán most zseniálisak itt a Robloxban, hogy olyan lassan lehet haladni, mint látjátok a pénzem, alig jön a kis pénzetjű, mindjárt betelik a hátizsákom, stb. Na igen, ám, de mi volt, ha van Robuxod a játékom elő? Angya tojás, csíkos tojás, festett tojás, jaj, Robux illet tojás, mert hoppá, 100 Robux egy tojás, gyorsan be is vásárolunk, nagyon kíváncsi, hogy hogy fogja ez után adni a cuccokat, még ugyanaz az alap cuccunk van, de vettük egy darab tojás magunknak, amiben most ki fogjuk nyitni valami elgépesztően menő cuccot, és remélem, hogy elképesztően, ha, egy pillanatikus obszidián eltett adta be nekünk a
amire 20% esély volt, de gyorsan meg is nyitjuk magunkat a tájók és hátizsákon, és kaptunk damage, walk speed, stb. Equi best. Nem tudtam eldönteni, hogy mi lehet a probléma, és mi lehet használni ezt az obsidian entet, de most már rájöttem, hogy ezeknek a cuccoknak neki megyünk, és akkor kapunk nagyba cuccokat. Hát igazából az a helyzet az, hogy figyeljetek már, csak simán nekiütközök a szemasz, nem kellett várakozni egy másodpercet se, csak szét tudjuk takarítani az előttük lévő nagy sziklát egy másodperc alatt. Vettem egy újabbat, ez igazából már pénzből vettem, de jobban tudunk majd lootolgatni. Figyeljetek már, azt a most már mekkora sugárban tudunk vágni, ezt már szeretem. Jó, mennyivel lesz rosszabb, mint a robaxosunk, egy yellow end, oké, köszi szépen, bemegyünk gyors ide, ez mit ad, figyeljetek már, ez 300 per 3k, ennek egyes a damage-e, ennek 2200-as. Azért 2200-as damage-e, azért nem szórakozok, figyeljetek már, csak megyek a... itt egy aranyfa, vajon az aranyfát milyen hamar fogom kinyitni, várjátok, erre kíváncsi, csak gyorsan kiopenelem ezt az egget is, jó, egy green entet kaptam, köszi szépen, az aranyfának is, vártok már, folyamatosan kapom az eggeket, haló, az aranyfa is egy ütés volt, hoppá, még kaptam egy nagy giftet is, vajon mit kapok a gépben, jó, egy kis elszórt pénzetjük közt, az aranyfa, nagyon kíváncsi, hogy egyedül nyomom az aranyfát, vajon milyen hamar, úristen, egyből, nagyon OP ez a perc. Hát a következő a Tomato Mower, ez is megvan, haladunk, azt a figyeljetek már, milyen jól néz ki. Páska, meglett a sivatag, azt gondoltam már át kéne venni oda, hiszen ez kicsit amatőr nekünk ez a szint. A sivatagban, hogy mit kell levágni, az amúgy egy jó kérdés, hiszen hát nem dő fű a sivatagban, de semmi baj, itt is ugyanúgy kell menni füvet nyílni. Jaj, hát vannak itt is robaxos tojások, itt tovább haladtunk most már egy picikén, te flying eggnak, itt is veszünk egy ilyen flying egget, 100 robaxért, mit szoktuk, és elköltöttük az összes robaxot a mai videóban. Robax egy, igen, gyorsan megveszünk, le van benne mítikus vagy rare-t lehet nyitni belőle, hát kíváncsi ezek, hogy melyiket kapjuk meg, remélem valami elképesztően menő egget fogunk kapni, és tényleg valami nagyon durva lesz a sebzés, és epic angel, egy angyal tojás, azt a megnézzük, hogy mit tud sebezni, hol az angyal, itt a level 81-es angyal tojás, level 1-es cuccai valaki, és ez meg level 81-es, ne szórakozzá már, de durva. Itt az értékes sportéka a kaktusz, nézzük meg, hogy milyen hamar tudom kiütni a kis kaktusz, nagy kaktusz, ó, itt is egyetlen egy ütésben. Azt egy ilyen arany kaktusz jött ide, ez az előzőnek, vigyétek már, többen ütötték, hogy négyen ütötték ki egyszerre, én neki megyek, és egy másodperc alatt ezt is kiszerem, nagyon én megölök. OP-k ezek a robaxos egek, nagyon durván. Lassan kérem, hogy nagyobb tankot venni, hiszen folyton kifogyok. Jó, remélem, hogy élvezitek ezt a robaxos költős videót, hogyha így volt, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és kommentben jelentétek, hogy szeretnétek, hogy még egy kicsit trollkodós, mókázmos játékokat. Igazán úgy gyakran, mint mondtam az előzőben, és nem lesz, hiszen, mit láttatok, rengeteg robaxot el lehet költeni ebben a játékon belül. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen fogok még néhányat csinálni. Igazából azzal zárjuk a mai videót, hogy a legdurább kaktuszkát kiütjük magunknak, és let's go, ez is megvan. Köszönjük, hogy itt voltatok, a következő videóval találkozunk, legyetek jók. Na, császok, sajtok, robaxosok!